Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornámon. A mai nap keresni fogunk tojásokat. Nem is akárhol, nem a lakásba lesz elrejtve, hanem kimegyünk, és össze-vissza rakosgatták nekem. Aztán lehet, hogy egyet sem fogunk találni, mert útközben mindenki fölszedte. Szóval nézzük is a nagy kalandot. Tessék! Nagyon izgalmas, menjünk! Ó, oh, kicsit bökös volt. Megvan a második. Belerakjuk zacskóba, mert már most ennyi van. Itt van! Ez tálkába. Ez nagyon nagy. Ezt nagyon szeretem. Ez ilyen kemény. Úristen! Ez nagyon nagy! Úristen, ekkorát én még nem láttam. Itt is van még egy. Kettő. Itt van. Még egy. Sziasztok! Hazaérkeztünk, és megnézzük, hogy mik is vannak benne. Sorba fogjuk állítani őket, a legkisebbtől a legnagyobb. Ennyi dolgot szedtünk össze, nagyon durva, akkor rakjuk is őket sorba. Oké. Nincs több. Rengeteg dolgot szedtünk össze. Nézzük először a legkisebbeket, és természetesen meg is kóstoljuk őket. Ezek a legkisebbek. Ilyen. Ez nem tudom milyen ízű, de a végén mindegyiket végig kóstoljuk. A legkisebbek ezek a kékek, utána jönnek ezek a kicsi színesek. Várjál, már úgy is kéne akkor pakolnom. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ízűek. Aztam ennyi! Opa! Utána jön ez a fajta tojás. Nézzétek, milyen gyönyörű a mintája. Ez nekem nagyon tetszik. Ez kevésbé. Ez nagyon szép. És igen, ez meg ami nagyon tetszik. Utána a nyuszi jön, jó, ez nem tojás, de mindegy, kakukk tojásnak is kell lenni. És utána ez, opa, ez jön. Kola déli kör ízőkrémmel. Az igen? Várjál csak. Ez nagyobb, szóval ez jön ide. És M&M-szes! Tána! Ezek a díszek jönnek. Van itt még egy. Wow, Kinder Joy! Aztán egy ilyen nyalóka. Ott is! Jaj, a kakukk tojás. Ez is. Ide rakjuk a nyuszihoz két kakukk tojás. Várj, itt vannak zacskók. Ezek itt szintén ilyen kicsik. Ezeket ide rakom. Wow! Ide nézzetek, milyen tojás. Kinder! Erre nagyon kíváncsi vagyok. És jön a brutál nagy M&M's, és ezt nézzétek, én ilyen nagyot még nem is láttam. Nézzétek meg a Kinderhez képest. Pedig aztán a Kinder se kicsike. Ez nagyon durva. Na most akkor nézzétek sorba. Oda néz. Oda néz. Brutál nagy ez az M&M's-es. És most jön a nagy teszt. Na, akkor kóstol... én mindent lejtek. Várjál. Szóval, jön az első nagy. Ja? Első nagy teszt. Fincsi. Tojás drazsé. Megmutatom, milyen a belső, várjál. Ilyen. Ilyen nagyon durván cukros. Nagyon finom. Nézzük a kövét. Tojás zselé. Ez milyen tojás alak? Tojás zselé, de milyen az alakja, várjál? Ez hogy tojás? Itt valamit nagyon benéztek a készítők. Na mindegy, ízre hát, ha jobb lesz. Ez finom. Nem tojás alakú, de finom. Nézzük. Remélem lesz benne valami finom töltelék. Van benne töltelék. Hallod? A Kinderre emlékeztet. Ez 10 per 10. Jön a kövi. Hát, fügyi. 10 per 2. Semmi extra. Kicsit ilyen
Ó, nem tudom, nem ízlik. Na de. Bizakodjunk, hogy ez jó lesz. Szép amúgy a mintája itt. Én ezt úgy utálom, ami üres. Hát mennyivel jobb, ha van benne valami kis játék, vagy töltelék. Ez jól néz ki nagyon, de... semmi extra. Ilyet nagyon sokat ettem már. Ez nagyon finom. Most jöjjenek inkább a tojások, meg ezek a nyuszis dolgok. Azt a kakuk tojást lehet nem is nekem rogták, csak fölvettem. Edves nincs töltelék. Nem rossz. De megmondom őszintén, addig ez volt a legkomolyabb. Na, ezt már várom. M&M-szes. Na, ez azért csalódás. Azért egy szemet oda rakhattak volna. Finom. Ide néz. Ott az M&M's. Upszi, utána söprök. Nagyon jó. Jön ez. Oda néz, van benne egy ilyen. Azt néz. Fú, ez nagyon pia ízű. Fú. Nem jó, ilyet ne vegyetek. Főleg, ha gyerekek vagytok. Na, akkor ezt megbontjuk. Inkább nem, beletörik a fogam. Na jó. Pa-pa-pa-pam. Hellóka, ez fini lesz. Itt van hozzá a kis pálca. Mi lesz benne? Utána a kaja, először a játék. Van valami kis cucc hozzá. Mi? Telefonnal is lehet vele játszani? Az igen. Na várjál, összerakjuk. Igen, ez ilyen kulcstartószerű, nagyon komoly. Ez nagyon nagy kaland volt. Akkor jöhet a kosti. Nagyon jó. 10/100. Kövi! Jaj, szegény nyuszika, eltörött a füle. Nem baj, nyuszika. Hú, illatra nagyon jó. Mind az ilyen retro rágógumi. Teljesen olyan íze van, mint a hubabubának. Azt hiszem, hogy gyümölcsös ízű nyalóka. Finom, jó. De azért ne rágjátok, mert tönkre megy a fogatok, mint nekem. Kövi. Bocis. Bocisban még nem is láttam amúgy ilyen tojást. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e benne valami, vagy sem. Semmi nincs benne. Hú-hú! Erre kíváncsi vagyok. Én ilyen tojást még nem is láttam. Oda néz. Ez komoly. Oda néz. Ez meg kis cukorka. Figyelj, ez komoly. Lehet dolgozni vele. Bevallom őszintén, ezt nagyon vártam. Ez van valami! És nagyon finom. Ennek finom a csokia is nagyon. Hoppá, én már most ketté törtem. A csoki nagyon jó, de az a baj, én már egyből a játékra koncentrálok, hogy mi lehet benne. Jó, nagy valami. Azta. Valami méhecske. Figyeled? Hallod, ez is játék. Tök jó, telefonnal. Nagyon komoly. Összerakjuk. Ja, hogy egyensúlyozni kell vele. Lehet valakivel kellene játszani, és az győz, akinél nem esik le. És jön a legnagyobb. Ide néz, milyen nagy. Majdnem akkora, mint a fejem. Oda néz. Egy nagy M&M. És a játék? Én azt hittem, lesz benne a játék. Na mindegy. Ez is jó. Zöld. Nagyon finom. Na meg, természetesen, most megvolt ez a méret szerinti kóstolás, azért egy tojást fessünk ki. A húsvét nem maradhat el a jó kis főtt tojás nélkül, meg ennyi csokit ne egyetek, mert kiukad a fogatok meg, cukorsokkot kaptok. Szóval itt van a jó kis főtt tojásunk, hoztam filceket, kidekoráljuk. Anyuval ti is csináljatok jó kis tojásokat, meg apuval, családdal, ez jó kis program. Gyorsan megcsinálom, és akkor meg tudjátok nézni, milyen lesz. Kész! Ezt nektek küldöm. Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek, és jó locsolkodást, meg jó tojásfestést. Lehetne egy évbe többször húsvét? Jövőre is szerintem fogok egy ilyet csinálni, mert én nagyon élveztem, és nagyon örülök neki, hogy nem szedték fel előttem a tojásokat. Puszi, kellemes húsvéti ünnepeket! Sziasztok!